December közepén nagy örömmel vették birtokba a jégszerelmesei a Kori ligetet. A téli szünet alatt és azt követően is sokszor megtelt korcsolyázó fiatalokkal az Icsi liget. Hétköznap délelőttönként leginkább iskolás csoportok, esténként és hétvégén pedig a nagy közönség is szívesen használta a város közkedvelt létesítményét. Január utolsó hétvégéjén azonban bezár a Kori liget. Magas energiaárak miatt eredetileg is úgy terveztük, hogy január végéig tudunk csak nyitva lenni. Ugye a Kori ligetben a fő időszak az iskolai szünetre esik, akkor nagyon sokan voltak, és most azt látjuk már, hogy esik vissza folyamatosan a forgalmunk, ezért vagyunk kénytelenek bezárni. A városgondnokság a bezárást követően összepakolja a berendezéseket, a konténereket pedig átszállítják tavasz elején a csónakázó tó partjára, ahol egészen őszig a kajakkenu sportot és a lakossági csónakázást szolgálják majd. De jó hír, hogy a következő télen is lehet majd csúszkálni a ligetben. Konkrétumokat még nem tudunk, mert időjárás függő, de körülbelül ugyanezt tervezzük a jövő évre is, hogy valószínűleg egy kicsit későbbi nyitás, tehát ilyen december eleje közepi nyitással, és valószínű, hogy a jövőre is a január végéig leszünk nyitva. Addig pedig a héten még érdemes kihasználni a lehetőséget, a Kori liget egészen vasárnap este 8 óráig vár mindenkit. A korcsolyázás szerelmeseinek azonban ezt követően sem kell a szekrény mélyére rakniuk a koricipőket, hiszen az ifja Bocskai Gábor jégcsarnok rendszeresen várja a fehérváriakat közönség korcsolyára, de a Kiskút Teniszklub közösségi jégpályáján is lehet korcsolyázni.